A Kalocsai Liszt Ferenc Művészeti Iskola pedagógusainak műsorával vette kezdetét pénteken a soron következő időszakos kiállítás megnyitója a Városi Galériában. Az érdeklődők Sütő Róbert státusz című tárlatát nézhették meg. A vendégeket először Romsics Imre, a Viski Károly Múzeum igazgatója köszöntötte, majd N. Kovács Zita művészettörténész mutatta be a festőművész munkásságát. Sütő Róbert miskolci születésű, jelenleg Budapesten él, tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Egyetemen végezte. Alkotásai 1999 óta számos kiállításon szerepelnek, Magyarországon és külföldön egyaránt. Most Kalocsára kapott meghívást, városunkban az elmúlt 4 év munkáiból hozott válogatást. Nagyon erősen benne van mindenféle táj és térérzet, amivel próbálok foglalkozni. Tehát ezekkel játszom, ezeknek a rétegzésével, illetve tehát igazság szerint ilyen illuziórikus teleket teremtek ezek a munkákkal. A festményeken jól látszódik, hogy az alkotójuk inkább a színekkel és nem elsősorban a formákkal játszik. Igazi absztrakt képek vannak a falakon. Egy kép indításánál mindig van egy ilyen színélményem, amiből utána alakulnak a munkák. Tehát általában ilyen szériákba gondolkozok, tehát ilyen sorozatokat festek. Több festményen visszatér a lefolyás motívuma, mintha leöntötték volna vízzel a képet. Itt a festék tulajdonságait kívánta bemutatni a művész. Magának az anyagnak, tehát a festéknek a fizikai tulajdonságait, annak a hígításával alakított formákat használom, és ezeket fonom össze. Tehát ez a megcsorgás, ez igazából nem feltétlenül csak esőre utal, mert ez nagyon egyszerű dolog lenne, hanem inkább egy ilyen szövedék. Ez az igazán különleges kiállítás március 17-ig látogatható a Városi Galériában.